Szevasztok, srácok! Ez itt az Építs fel, én is, ahogy ígértem nektek az előző hírekben, azt hiszem a hírekben mondtam nektek, hogy még ugye nyaralni voltam, addig egy csomó Lego set érkezett, és hát ebben a mai kibontásban arra gondoltam, hogy meg is nézhetnénk ezeket. Ráncsam le a leplet arról, hogy milyen szettek érkeztek az elmúlt egy hónapban, úgyhogy a mai adásban ezt fogjuk megnézni, vágjunk is bele! Mint ahogy ezt már megszokhattátok, ezeket a készleteket általában a LEGO nagykövetségi rendszerén, vagy a LEGO Store Budapesten keresztül szoktam kapni. Hát most ebben az esetben mind a két helyről jöttek. Vannak itt nagyköveti cuccok is, vannak LEGO Store-os készletek is. Úgyhogy bontsuk is ki, nézzük meg, hogy mi is érkezett ebben az elmúlt egy hónapban, hiszen rengeteg a lemaradásom. Ezekben a dobozokban nagy valószínűséggel olyan készletek lesznek, amik az elmúlt hetekben jelentek meg. Kezdjük is egyből a legkisebb verzióval, amiben először is van papírka, és a papírka mellett található, hát egy nagyon pici és nagyon cuki LEGO készletecske. Ez a LEGO Creator-ös 8 pluszos Land Rover készlet. Ennek ugye már megjelent a nagy testvére. Nézzétek meg fönt a sarokban, ha esetleg még nem láttátok. És gondolom a LEGO hát úgy döntött, hogy kiadnak egy kisebb verziót is ebből a Land Roverből, viszont ezt azért nézzétek meg, hogy ennek a színe nem ugyanaz, mint annak az eredeti verziónak. Sőt, azt hiszem, hogy a doboz hátulján látjátok is. A doboz hátulján is bemutatják, hogy ugye ez egy ilyen olivazöld színű autó volt, ez viszont megkapta ezt a sárga színt. Hamarosan érkezik a bemutatója. Aztán haladván tovább van egy közepes dobozunk, amiben, ha minden igaz, több készlet is van, úgyhogy ebben a dobozocskában több készlet is lapul, ami a leghamarabb érkezett, tehát ez kb. Akkor érkezett, amikor én kijöttem, vagy kimentem, vagy visszamentem Magyarországra arra az egy hónapra, és hát abban az időben jelentek meg hát igazán jó szettek is, hát van benne pukantos fólia, és még azt hiszem három darab készlet található ebben. Ó, így van! Hát abban az időszakban májusban, május vége fele, május elején, már emlékszek rá pontosan, megjelent pár diorámás Star Wars készlet is. Először is itt van ez az Emperor's Throne Room nevezettű set, 7352-es, 807 darabos készlet. A maga valójában ez is megérkezett hozzám, és igazából itt látjátok hátulról a dobozt, és 21 cm széles lesz, 17 cm magas, úgyhogy hát így a diorámák között ez nem a legkisebb, hiszen ennél már volt jóval kisebb is. Azt hiszem tavaly, ugye tavaly vezette be, tavaly előtt, hogyha nagyon úgy nézzük, de itt van egy másik verzió is. Ez a 75353-as, 608 darabos Ender Speeder Chase nevezetű készlet is megérkezett hozzám, ugye ez a kettő volt, azt hiszem május elsőjével. Szerintem május elsőjével, június elsőjével. Ez majd ide ki lesz nektek írva, hogy pontosan mikor jelent meg. Szóval ez a második ilyen diorámás set, 28 cm széles, 20 cm magas. Őszintén szólva, attól függetlenül, hogy ez egy kisebb darab, nekem valamiért ez egy kicsit jobban bejön, ez a speeder bike-ok, hogy itt vannak rajta, ezek egészen jól néznek ki, meg pláne, hogy ezt az ikonikus üldözési jelenetet kapjuk meg ebben a készletben, nekem ez eléggé bejön, és hát az utolsó, tényleg, hát megjelent akkor egy LEGO Ideas-os set, azóta már ugye lett jelentve egy újabb Ideas-os set is, de egy hónappal ezelőtt megjelent ez, a Tales of the Space Age nevezetű setünk, ami a 21341-es vagy 40-es kódszámot kapta meg, 688 darabos, és nagyon különleges módon ilyen, látjátok, ilyen kis képes lapokat lehet összeépíteni, nem tudom másnak nevezni, ezek gyakorlatilag LEGO képes lapok, négyet tudunk összeépíteni, ugye LEGO Ideas készlet, az eredeti ötletgazdánk hát nagyon hasonló alkotásokat hozott létre, csak azt hiszem ott három verzió volt, itt a LEGO hozzáadott egy negyediket is, úgyhogy itt most egy kis upgrade történt, nem downgrade, mint általában, és 9 cm széles az egy, és 14 cm magas, ténylegesen egy ilyen kis képes lap méretet kapunk meg. Ez volt a közepes doboz, és hát végül itt vagyunk a nagy doboznál, ami hihetetlen nehéz, 11,4
kilónyi Lego van ebben a dobozban, és ez csak egy darab készlet. Ebben egy darab set található. Mi jelent meg mostanában, milyen nagy volt? Hát egy tippem van, de mindjárt kiderül, hogy ez az-e, amire tippelek. Na, értok. Bontom, ha kibírnám. Ez az. Nem gondoltam, hogy ez ilyen nagy lesz. Ez ilyen nagy készlet. Ja, várjátok, az oldalán vannak ilyen kis merevítő dolgok. Leveszem már. Szóval vannak ilyen kis merevítők itt. Azért ilyen nagy doboz, ezekről beszélek, ezért olyan nagyobb a szett, mint amire gondoltam, vagy nagyobb a doboz. De tényleg, egyáltalán nem számítottam arra, hogy ez... Picit túlzásnak érzem. Benne van a képben, benne van a képben. Szóval egy picit túlzásnak érzem ezt a doboz méretet. 4000 darabos, majdnem 4000 darabos készletről van szó. Batmannek a bunkerét tudjuk összehalljátok egyáltalán, amit szóval Batmannek a bunkerét tudjuk majd összeépíteni ebből a gigaszetből. Hát ez sokkal nagyobb, mint amire először gondoltam. 76252-es kódszám, és egyébként itt a másik oldalon láthatjátok, hogy néz ki ez. Sose adott még ki a Lego ilyesmi szettet. Gyakorlatilag ez egy dioráma készlet, csak mindenféle játék funkcióval ellátva. Én ezt így tudnám hát bemondani, vagy megmutatni nektek, vagy elnevezni nektek, majd csak megtalálom a megfelelő szót. És egyébként az oldalán található a főszereplőink, vagy találhatóak a főszereplőink, hiszen ugye ez a klasszikus Batman filmnek a második részét, tehát nem az 1989-es Batman filmet veszi alapul, hanem a 91 vagy 92-ben megjelent Batman filmnek a második részét, és az alapján tudjuk majd összeépíteni ezt a szettet, aminek nagy valószínűséggel a bemutatóját szerintem holnap már láthatjátok is, ennek az építését most mindjárt el is kezdem, és akkor leghamarabb szerintem ezzel fogtok találkozni. Ha tetszett ez a kis unboxing, akkor a lájkokat ne felejtsétek el róla, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!